Sziasztok! Üdvözöllek titeket az első YouTube videómban. Hát még engem is meglep, hogy belekezdek ebbe a platformnak az építésébe is tulajdonképpen. Aki esetleg most futott volna bele itt a YouTube-on ebbe a barcelonai vlogba, annak előjáróban is elmondom, hogy Bart Ruzsa vagyok. Valószínűleg legtöbben az Instagramról, illetve a TikTokról ismerhettek. Ha pedig nem onnan, akkor az RTL egyik műsorának osztopos tagjaként szerepeltem egy huzamosabb ideig, szóval talán még onnan is ismerős lehet az arcom, de most nem erről van szó. Szerintem időközben meg fogtok majd ismerni. Ha pedig nem, akkor a többi platformomon szerintem megtaláltok rólam egy-két hasznos információt, de most nézzük, hogy milyen is volt a barcelonai nyaralásunk. Egy hetet töltöttünk ott, végignézzük a videót közösen, aztán pedig elmondom nektek, hogy mi mennyibe került, mik a hasznos látnivalók, tudnivalók, úgyhogy nem is szaporítom a szót. Nézzük! Utazunk tényleg. Utazunk? Izgatott vagy az utazás miatt? Igen. Igen? És kicsit izgulok is. Mi miatt? A repüléstől. Nem félek, vagy ilyesmi, csak rég volt. Szia, Merci! Várod az utazást? Félsz a repüléstől? Tényleg? Komolyan, miért tartasz tőle? Már rég volt. Már nagyon rég volt. Nagyon rég? Kb. Mikor? Barcelona. Épségben megérkeztünk Barcelonába, megyünk a buszhoz, a belvárosba, eszünk valami finomat, aztán elfoglaljuk a szállást. Ez a terv. Nos, az első utunk a Taco Bellbe vezetett, mert Zoli még nem evett itt, bár volt Barcelonában, de nem evett, érthetetlen. Hát egy elég forgalmas utcán ülünk éppen, és kikértük a kajánkat. Remélem, hogy ízleni fog neki. Az öcsém 2 éve nagyon oda volt érte. Én annyira nem vagyok ilyen kajás, de meglátjuk. Megyünk a kis szobánkhoz. Nos, ez lenne a kis szobánk, amit így a Bookingon foglaltunk. Amúgy talán élőben egy kicsit jobban néz ki, mint így a videón. Picike, és az ablak is konkrétan kis semmiség, de a fürdő amúgy tiszta, meg ilyen kis cuki, úgyhogy szerintem amúgy nem sokat leszünk itt a szobában, úgyhogy tök oké, okay, nem életem? Teljesen. Megyünk a piacra. Milyen piacra megyünk, szerelmem? Bokeria. A Bokeriára, az amúgy is egy ilyen hát turista látványosság is, de a helyiek körében is nagyon ismert, úgyhogy most ezt fogjuk megnézni. 5 perc sétára van amúgy a szállásunktól, úgyhogy ez a terv. Beszereztünk most egy ilyen mangós, narancsos smoothie. Igen. És te miért iszol, életem? Eperes dinnyét. Eperes dinnyét. Mit vettetek? A glutermel? És eper. Ó. Meg... Ó, wow. Mit veszel, barátnőm? 3 mini croissant. Ó. Chorizo. Wow. Hogyan? Megérkeztünk a tengerpartra, ahhoz képest, hogy előző héten végig azon aggódtunk, hogy nem lesz jó idő, meg csak 26 fok, és felhős az idő. Hát egyetlen egy felhő sincs az égen, gyönyörűen süt a nap, napozunk,
élvezzük a tengert, meg ezt az egész feelinget. Zolitól a születésnapomra kaptam ezt a kis gépet, és már akkor nagyon jó képeket lőtt, de most ezek a beach fotók, úristen, azt beszéltük, hogy ez olyan lesz, amit szerintem majd a gyerekeink így szívesen vennének elő. Kistrandoltuk magunkat, úgyhogy most ilyen 2 óra környékén járunk, visszamegyünk szépen a szállásunkra, mindenki elkészülődik, és mehet a városnézéssel egybekötött kajálás, iszogatás és minden ilyesmi. Egy kis ebéd. Park della Ciutadella-ba. És itt mit fogunk látni? Itt van egy vár, van egy szökőkút, állatkert és földrajzi múzeum. Úristen, ez valami gyönyörű. Mennyország! Na muti! Na muti! Wow! Ez ilyen sonkás? Ez serrano sonkás, ez pedig dos quesos. Az egyik cheddar, a másik meg emmental. Ez már a második napunk, úgy teljesben, amit megkezdünk. Majd picit így hűvösebb az időjárás, mert mint egy nem hűvös, de már esett egy picit az eső, úgyhogy ma nem strandolunk, csak nézelődünk, sétálgatunk, várost nézünk. Most megint a piacon kezdtünk, ahol tegnap is. Megyünk majd utána egy reggeliző helyre, vagy egy ilyen fánkozóba, amit kinéztem, mert nagyon brutális fánkok vannak. Barátaink még vesznek egy-két gyümölcsöt, meg smoothie-t, aztán megyünk tovább. Barcelonában most még mindenhol kötelező a maszk használat, szóval az utcán nem kell felvenni, de minden, ami bár, vagy belső étterem, illetve boltok, ott maszkot kell viselni, és hajnal 1-től reggel 6-ig van kijárási tilalom. Úgyhogy ez a helyzet jelentés. Mi amúgy nem fogjuk már megnézni az ilyen főbb látványosságokat, mert Zoli is volt 2 éve Barcelonában, és én is voltam 2 éve Barcelonában az öcsémmel, és már megnéztünk minden olyan főbb nevezetességet, úgyhogy oda majd csak a barátaink fognak szerintem kettesbe, szerelmesbe ellátogatni, mi meg addig szerintem biztosan feltaláljuk magunkat. Mi? Zárva van a fánkozó. Hol van? Csütörtök van, és reggel 6 óra, pont most lett vége a kijárási tilalomnak, és úgy döntöttünk a párommal, hogy ma megnézzük a napfelkeltét, még valószínűleg nem fogjuk lecsúszni, mert itt a szállásunkhoz nagyon közel van amúgy alapvetően a part, viszont béreltünk biciklit, és most azokat felkapjuk az egyik térről, és biciklivel fogunk eljutni a partra, és akkor megnézzük romantikusan a napfelkeltét. Ez a programunk, gyertek! A mai napot teljesen a PortAventurának szenteljük.
megyünk a komoly kis hullámvasutakra. Itt vagyunk nyitásra, egészen zárásig maradunk. Itt vagyunk a mexikói negyedben. Szevasztok! A csatát megnyertük, sőt, mint több a háborút is! Úristen, tiszta víz mindenünk! Ezt így este 8-kor. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis barcelonai összegző videó. Most viszont folytatnám, ugyanis felírtam nektek pár hasznos információt és tudnivalót, hogyha először mennétek vagy utaznátok Barcelonába, vagy csak alapvetően érdekeltiteket, hogy mi hogy utaztunk. Sajnos a Covid helyzet miatt gondolom elég sokatokban megfordul, hogy hogyan lehet utazni, mik a feltételek. Igazából mivel minden négyen be voltunk már oltva, így az EU-s védettségi applikációt kellett letölteni. Tudjátok, az az applikáció, amiben szerepel a védettségi igazolványotok, ezt kellett EU-sra változtatni tulajdonképpen, és a spanyol konzulátusnak az oldalán kellett regisztrálni. Igazából amikor odaértünk Budapesten a reptérre, akkor semmit nem kértek tőlünk a személyigazolványunkon és a beszállókártyánkon kívül, Barcelonába pedig odaérve csak ezt a regisztrációs lapot kérték, amit amúgy online is ki tudtok tölteni, illetve ha jól tudom, akkor a házi orvosotok is ki tudja adni számotokra. A repjegyet kb. Május elején vettük meg, teljesen random találtuk ki, hogy nyaralni megyünk, szóval egyáltalán nem volt a terveink között, és akkor vettük a repjegyeket 33 ezer forintért, ez per fő, oda-vissza, illetve volt még páronként egy Wizz Air Priority, az azt jelenti, hogy vihettek egy nagyobb bőröndöt is, mert a kézipodjás szerintem egy hétre eléggé kevés lett volna. A szállásunk helyileg nagyon-nagyon jó helyen helyezkedett el, ugyanis minden bár és ilyen egy-két látványosság, illetve nagyobb bevásárlóközpontok, sétálónegyedek kb. Ilyen 5-10 perc sétára voltak. Szobával nem igazán voltunk szerintem megelégedve. A célnak megfelelt, ezt szeretném leszögezni, és árérték arányban is tökéletesen oké volt ez egész, főleg, hogy minden ilyen közel található volt hozzá, viszont tényleg rettentően pici volt a szállásunk, ilyen totális börtön feeling tulajdonképpen. Az ablakon friss levegő és természetes fény egyáltalán nem jött be, illetve amikor odaértünk, akkor nagyon örültünk, hogy megy a klíma, mert úristen, de jó, legalább nem fogunk megsülni a szálláson, viszont nem lehetett kikapcsolni a klímát, ennek köszönhető, hogy még mindig beteg vagyok, úgyhogy ahogy láttátok a videó végén, én az utolsó két napra teljesen lebetegedtem, és ez valószínűleg ennek köszönhető. Én nem vittem óriási vastag pizsamákat, úgyhogy így sikerült a hét nap alatt nagyon szépen szerintem a tüdőgyulladást benyelnem. Erre a szállásra 420 eurót költöttünk, ami 147 ezer forintnak felel meg nagyjából két fő részére. Én azt gondolom, hogy ez egy hétre teljesen reális ár tulajdonképpen. Lehetett volna olcsóbban is szállást bérelni Barcelonába, viszont ez volt az a szállás, ahol nem kellett osztozni a fürdőszobán, közel volt mindenhez, úgyhogy mi ezt választottuk. Én egy picit jobbra számítottam, de így összességében visszatekintve rá, szerintem meg volt minden, ami kellett.
A többi napot már nem fogom szerintem nektek részletesen elmondani, meg kifejteni, mert kaptatok már elég betekintést szerintem így a videók alapján. Ami még fontos lehet számotokra, és amit még ide feljegyeztem magamnak, hogy voltunk a Vidám Parkban, amiről azt kell tudni, hogy egy óra volt az odaút vonattal, illetve ezt megelőzően még metróval is utaztunk pár megállót. A vonatnak az ára az 15 euró volt fejenként, ez egy oda-vissza útra szól, illetve a metró az ilyen 2-3 eurós tétel, hazafelé már nem is használtuk a metrót, hanem hazasétáltuk, szóval a metrót abszolút ki lehet skippelni, de a vonat az eléggé szükséges. A Vidám Parknak a belépő jegye az 51 euró volt, hogyha az interneten megvásároltuk, amúgy pedig 53 euró volt, hogyha ott helyben vettük volna a jegyet. Mi úgy döntöttük, hogy az interneten megvesszük a jegyet, mert féltünk attól, hogy nagyon-nagyon hosszú lesz a sor. Nyitásra mentünk, amúgy 10-től már minden működött a Vidám Parkban, mindenre fel lehetett ülni, és este 8-ig bezárólag minden működött. Bár a Vidám Park 11-ig van nyitva, 8 után már egyre kevesebb dologra lehetett felülni, úgyhogy ez egy kicsit ilyen átverés szagú volt számunkra, mert azt hittük, hogy még van időnk, de már nem volt. Így is azért szerintem a park 90%-át ki tudtuk használni és ki tudtuk élvezni. Viszont ez egy eléggé költséges nap volt, de végül is megérte, mert jobb esetben egyszer van ott az ember, és akkor kell kiélvezni ezeket az élményeket, amikor ott van. Ezen napunk kb. 180-190 euróra jött ki mindennel együtt. Szerintem egy picit költséges volt, nem mondom, hogy nem érte meg, de hát azért gondoljátok át. Ami még fontos információ, hogyha éttermekbe szeretnétek enni, akkor az egy kicsit borsosabb lesz, mint itthon. Egy tészta kb. Ilyen 14-15 euró környékén van. Természetesen vannak olcsóbb helyek is. Kiszáradtam. Jó. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor iratkozzatok fel az újdonsült csatornámra, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, és komment szekcióba várom tőletek, hogy mi legyen a következő videó, milyen tartalmakat szeretnétek. Én biztosan fogok hozni nektek egy következő utazós vlogot is Ciprusról, sosem jártam még ott, úgyhogy már alig várom, pláne, hogy az öcsém is elkísér minket erre a nyaralásra. Nagyon szépen köszönöm, ha végignézted az első videómat, bízom benne, hogy tetszett és hasznos volt számotokra. Igyekszem még ilyen tartalmakat hozni nektek. Vigyázzatok magatokra, élvezzétek a nyarat. Sziasztok!